Az elsők között július 3-ától Mernyírbátorban is működik úgynevezett NAVA-blak, ahol adóügyeiket intézhetik az állampolgárok, közölte Ondi Sándor adóügyi igazgató helyettes. A településen eddig a hatóság kirendeltsége működött, ezentúl azonban a hét mindennapján a kormányablakban lesz elérhető a NAV szolgáltatása. Ez a folyamatos ügyfélszolgálat jelenleg még egyedülállónak számít hazánkban. Országos szinten 12 helyszínen nyílt hétfőn NAV-ablak. 89 ügytípus került előzetesen meghatározásra. Ennek keretében a NAV igyekszik a lehető legmagasabb szintű ügyfélkiszolgálást biztosítani az ügyfelek számára. A legmagasabb számossága természetesen e körben a magánszemélyek irányából szokott jelentkezni. Itt az adókártya, adóazonosító jellel kapcsolatos ügyintézés, a különböző változás bejelentő adatlapok, a bevallásokkal kapcsolatos átvétel vagy javítás kérdéskörében, tipikusan a személyvedelemadó témakörében szoktak felmerülni, de itt a jövedelemigazolás is ugyanúgy megemlíthető például. A kormányablakban sokan várakoztak már hétfő reggel is. Az ügyfelek már a NAV-ablakhoz is kérhettek sorszámot. A hatóság tervei szerint 2018 elejére várhatóan további 3 kormányablakban működik majd ügyfelszolgálatuk a megyében, Nagykállóban, Ibrányban és Záhonyban. 2018 végére országos szinten pedig 91 településen lesz elérhető a NAV-ablak. Itt Nyírbátorban hetente 1200 ügyfél is megfordul, a jövőben a járási hivatal további kormányablakkal bővül. A Nyírbátori járási hivatal Szabolcs-Szentmár-Bereg megye 13 járásából a negyedik előkelő helyet foglalja el, nagyságrendileg és létszámilag illetően is. A Nyírbátori járási hivatalban 88 fő állami tisztviselő dolgozik, 6 szervezetű egységünk van, ezek közé tartozik a kormányablak osztály is. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nem csak a székhely településen Nyírbátorban, hanem a Mária Pócsi kirendeltségen is működtetünk kormányablakot, és nagy örömünkre szolgál az, hogy ez év őszére talán nyílogosan is megnyílik a kormányablak, és még több helyszínen, tehát 3 helyszínen tudjuk az ügyfeleket kiszolgálni. A nyírbátori NAV-ablak elindítása már a kormány régi tervei között szerepelt, közölte a térség országgyűlési képviselője. Simó Miklós hozzátette, a kormányablakok kiépítése még 2011-ben kezdődött. Akkor mindössze 29 ügykör volt elérhető, mára ez már 1570-re nőtt. Az újabb integrációval pedig még tovább szélesedik a jogkörök száma, ez pedig az ügyfelek számára teszi elérhetővé a gyors és bürokráciamentes ügyintézést. 2011. január 1-től 29 kormányablak kezdte meg a működését. Most 270 kormányablak működik szerte az országban. Ahogy a választópolgárokkal beszélgetek, a választópolgárok elégedettek a kormányablakok működésével. Itt a választókerületünkben 5 kormányablak működik, és a 6. most készül Nyírlugoson. Az ügyfélszám a 233 ezerről 2016-ra 10,8 millióra nőtt. A kormányablakok kialakításánál fontos volt, hogy országosan egyforma arculatot kapjanak az intézmények, ebbe illeszkednek a NAV-ablakok is. Ahhoz, hogy minden állampolgár számára elérhetővé váljanak a szolgáltatások, minden hivatal akadálymentesített, mozgás, hallás és látáskárosultak egyaránt könnyen intézhetik ügyeiket.